Agilis üzletemberek egy csoportjának tartottam előadást néhány órával ezelőtt. Mindenki nagyon-nagyon izgatott azért, hogy mit fog elérni és hogyan érheti el, milyen új módokat és új utakat tud találni az eredményességért. Érdekes, hogy ezek között az üzletemberek között, hogyha mélyebben elbeszélgetünk, akkor a motiváció mögött megbújik egyfajta feladás, egyfajta végítélet, amitől nem tudják folytatni az életüket, csak egyik bizniszből a másikba lépnek és megpróbálják megtalálni az új és új motivációkat. Egész életemben tudtam, hogy mi érdekel igazán és mi nem. Ha valami megérintett az életből, és másnap is kedvem volt felkelni és csinálni, azt tudtam, hogy ez akár egy életre szól. Ha valami csak éppen hogy hozzám szólt, és másnap már szinte elfelejtettem, vagy nem tettem érte semmit, akkor tudtam, hogy ez csak egy motiváció volt, egy kezdcsináló, amelyben jól éreztem engem magam, de a mai napon nem tudom az életemet erre fektetni. Az üzletemberek nagyon közelre helyezik maguknak a célokat. Persze nagyokat álmodnak, nagy pénzről, nagy vagyonról, nagy teljesítményekről, nagy cégekről álmodoznak, de mégis azt mondom, hogy ezek az eredményükben igen közel állnak az éppen mostani saját magukhoz. Nem lőnek túl saját magukon, nem múlják saját hibájukat vagy saját erényüket felül, hanem egyszerűen megfogalmazzák azokat a vágyakat, amelyeket célokban tudnak kifejteni, tehát például kell nekik ez, vagy az, vagy amaz. Ez a néhány konkrét vagy nem konkrét dolog viszont nem érinti meg őket olyan módon, hogy egy életre kihasson. Mit tudnak tenni azért, hogy maradandót alkossanak? A legtöbbjük, akikkel beszélgetek, mindenki azt mondja, hogy valami olyasmit szeretnék lerakni az asztalra, hogy azt az unokáim is, mások is ismerjék, és emlegessék a nevemet, egy lapon emlegessék a nevemet azzal a dologgal, amit csináltam. Ez nagyon szép törekvés, de miért kell? Miért jó az, hogyha saját magamat fejezem csak ki? Miért jó az, ha magamat rakom ki a világnak, és azt várom el tőle, hogy az majd visszaköszön rám hálásan, hogy én ezt megalkottam. Gyakori probléma az, hogy úgy tekintünk a napi feladatokra is, hogy megcsinálom, és kész van. A másik probléma az, hogy úgy tekintünk a feladatokra, hogy megcsinálom úgy, ahogy én akarom, és kifejeztem azzal, hogy mi vagyok én, és mi leszek én. Nyilván nagyon fontos az, hogy mindenki higgyen magába, higgyen a saját képességeiben, tehetségében. De ez nem összetévesztendő azzal, hogy bármit, amit csinál, az csak róla szól. Ez a támaszték kell legyen, ez a háttérország kell legyen, hogy ott vagy mögötte egy gondolatnak, ott vagy mögötte egy cselekménynek, egy nagy cégnek. Te vagy az, amire épült ez az egész dolog, és ezen keresztül fejeződik ki az, hogy te ki vagy a világban, milyen szerepet tudsz felvállalni a társadalomban. Ez nem egyenlő tehát azzal, hogy rólad szól minden. Fordítva, az emberekről szól minden, az eredményességről szól minden, amit használhatnak mások, tehát a használhatóságról szól minden. Mellesleg a háttérben, hogyha valaki kutakodik, hogy mi ennek a forrása, akkor téged fog megtalálni. Ez már nem önmegvalósítás, ezzel kifejezed a tehetségedet, a létjogosultságodat a társadalomban, az emberiségben, ezzel kapsz olyan pozíciót, amire majd azt fogják mondani az unokáid, hogy igen, ő alapította meg ezt és ezt a gondolatot, amelyben rengeteg sok embernek létrejött, valóra vált a vágya, vagy legalábbis segítette az életét. Ha mindent a helyére raksz, a célokat, a vágyakat, az eredményeket, saját magadat, a saját magad szerepét, a munkádat, a feladatokat, akkor egyszer csak észreveszel egy nagyon érdekes jelenséget. A munkád, a feladatod, a célod, mindaz, amit az előbb is felsoroltam, az mind-mind egy szóval majd kifejezhetővé válik, méghozzá hivatástudatnak fogják hívni, remélem egy szó. Mi a különbség két ember között? Az egyik a munkáját végzi, a másik a hivatását. Aki a munkáját végzi, az egyszerűen rövidtávú célokkal, rövidtávú motivációkkal halad napról napra, és eredményes lehet, és hasznos lehet a társadalomnak saját maga számára is. Az, aki a hivatását végzi, annak nincs szüksége motivációra, saját magából jön ki az, amit éppen aznap tennie kell, saját magát motiválja, saját maga lesz az az erő, amely túlnyúl azon, amit ő csinál, sőt mások fognak meríteni belőle ötletet, energiát,
motiváció. Tehát ő neki ez a hivatása, ez átitatja az egész életét, átitatja minden egyes pillanatát, ez olyan, mint egy élethosszig tartó motiváció. Ehhez felül kell emelkedjél, túl kell menjél mindenen, amit eddig tudtál, mindenen, amit te vagy, ebben együttesen kell gondolkozzál te és a világ közös szerepével. Sokan úgy oldják meg ezt a problémát, hogy egy külső személyhez fordulnak, amit tanítónak is nevezhetünk. Ez a tanító fog átvinni minket, felülemelkedtetni a saját életünkön, egy olyan területre visz, amelyben eddig vendégek voltunk, de későbbiekben kiteljesedik az életünk benne. Ez lesz a mi életművünk, ettől leszünk maradandóak. Hogyha ilyen hivatást tudsz felépíteni az egész életedre, akkor nem lesz szükséged napi motivációkra, akkor lesz egy élethosszig tartó motivációd, ami belülről fakad, bármire nézel a világban, akár a gyerekeidre, a feleségedre, a szeretteidre, a munkádra, a hobbidra, akkor is ugyanazt az eredményt fogod kihozni, méghozzá így fogsz tökéletesen megjelenni mindenki számára. Ez lesz az, amire fognak emlékezni. Ezekből lesznek olyan eredmények, amely mindenki számára használható, értékes, és halálod után is, de még előtte is szívesen emlékezve felemlegetik.